Műsorunkat támogatta a műanyag és alumínium nyílászárókat gyártó Fensterm Kft. A versenyzők a Toldi Liget lovaspanzióban pihenik ki fáradalmaikat. Köszöntjük a kedves nézőket a 2015. évi a világ legerősebb emberei első fordulóján. A Komárom-Esztergom megyei Dorogvárosában találkoztak az erős emberek. Rögtön egy kis rögtönzött bemutató valamiben Laci is részt vett. Hogy is volt ez, Laci? Hát üdvözlök én is mindenkit, minden kedves nézőt, és én is alig vártam ugye ezt a 2015-ös évet, tényleg nagyon-nagyon vártam. 150 kilódás, ez más műfaj. És elindul a kihívás, amit intéztem az egyik favágónk ellen, vagyis pontosabban Timberli sportol, a magyar sportoló ellen. Hát mondom ki, összemérettetem már magam itt fűrészelésbe velem, mivel én is falusi gyerek vagyok, apám tére elég sokat vágottatott velem is. Hát persze tudtam én, hogy ez lesz az eredmény, úgyhogy hát ez az ő világuk. De majd legközelebb szerintem be fogjuk mi is iktatni. Jövök a pofonért. Szóval, fárasztó? Hát hallod, a legszebb szó, szörny. Hát igen. Hát igen. Szörnyen kemény tudtam, volt. Én tudtam, hogy ez lesz belőle, úgyhogy de megpróbáltam magamat. Feltétlenül nem az erő számított, hanem a technika. Hát hogy nem, meg hát ez nem az a falusi fűrész, amit mi szoktunk. Ez ilyen speciális, ők eszméletlen ügyesen kezelik a dolgokat. Hát de versenyzők, hát ők ez irányba sportolók, így látni őket, a csodálatos munka, amit csinálnak. Ezt azért szerettem volna, hogy ez legyen, itt legyen, mert lehet, hogy a jövőre nézve mi is beiktatunk olyan dolgokat, ami őrületes erőpróba a mi versenyeinkin is. Így van, de közben már látjuk a nap főszereplőit a Magyarországról, ugye hát a fiait, az ifjabb fekete fiúk, Szlovákiából is itt vannak a versenyzők, Lengyelországból is láthatjuk, illetve a csehek is megmérettették magukat. Hát itt azért már beszélgetni Igen. fogunk egy-két érdekességről, Igen. akár a csehekkel kapcsolatban, hiszen itt azért a verseny előtt beszélgettem velük egy kicsit, de már is elkezdjük majd az első számmal, ez a kőgolyó emelés lesz. Egészen pontosan 160 kilót fognak dobálni, ha minden igaz, a fiúk majd egymásnak, rögtön a csehek kezdik az első fordulóban. Igen, hát ez a verseny a visegrádi négyek jegyében történik. Én nagyon szerettem volna, hogy ezek a versenyek itt legyenek, és itt is lettek ezen a versenyen. Köszönjük dr. Titma János polgármester úrnak és a testületnek, hogy lehetővé tették ezt a versenyt itt Dorogon, ami egyben az én idézőjelben búcsú versenyem is a környékről, a környéktől, mert én már igazándiból ilyen nagy nemzetközi versenyeken nem szeretnék indulni, és ez az én búcsú versenyem jegyében újra hangsúlyozom egy visegrádi négyek találkozó, amit a többi versenyző is nagyon akart, hogy találkozzanak ezek a csapatok egy megmérettetés erejéig, ami hát hála Istennek nagyon jól sikerült, csak hát az idő, megint az idő, kicsit rányomta a bélyegét a versenyre, mint minden versenyre, amikor 34 fokok meg 36 fokok vannak. Hát itt nagyon sajnáltam a versenyzőket, mert a maga az elvégzendő gyakorlatok energiái mellett még pluszokat kellett nekik előbányászni a siker érdekében. Hát ugye ezekkel az adatokkal, amit most elmondtam, ezek adatok tükrében, ha nézi a kedves néző, akkor megérti, hogy itt nagyon nagy munkálatok folytak. Hát az biztos. Hát ezen a nyáron azért elég sok versenyen volt igazán extrém hőmérséklet, tehát azt gondolom, hogy az idei nyár az nem is hiába volt ennyi hőségriadó, stb. Az első csapat a lengyel csapat volt? Nem, a csehek voltak csehek az első. Volt, ők mennyit teljesítettek? Nekik négyszer sikerült átadni egymásnak, most a szlovákok küzdenek a 160 kilóval. Igen. Tehát a cseheknek első körben négyszer sikerült egymásnak átdobni tulajdonképpen, hát átrakni a golyót. Mondhatjuk így is, persze. A szlovákoknak pedig, ha jól tudom, 5
ötször sikerült ez, de már is megyünk tovább, a lengyelek következnek. 160 kiló, ezt a fajta golyóemelést is azért már láthattuk az évek során, hiszen ez egy olyan csapat versenyszám tulajdonképpen a golyóemelés, amit általában akkor szoktatok alkalmazni, amikor ugye csapatok méretetik hát, meg. Hát igen, egyéniben többet rak a versenyző, egy versenyző többet. Csapatban inkább ezt kérik, mert egy kicsit tud szusszanni, míg a másik elbi belődik, vagy teljesíti a gyakorlatot. Itt is láthatjuk, hogy ha véletlen nem megy, átgurítja neki. A csapat annyiból jó, hogy egyik bármikor besegíthet a másiknak. Hát hogy előny vagy hátrány, ezt nehéz eldönteni. És a kilókról, arról is mindig tartodok egy értekezletet azért a verseny elején. A szabályokat mindent lefektetve, hogy hány kilóval fogjátok ezt. Most a 160 kilósnál kötöttetek ki. Így van. Sajnos és minden számot egyeztetünk előtte a csapatokkal, hónapokkal előtte már, úgyhogy ne legyen semmiféle előnyszerzés vagy meglepetés. Így van, tehát sajnos a lengyeleknek egyszer sem sikerült átemelni a golyót, már is itt vannak a magyarok, Fekete Laci, éppen az ifja Fekete László fiad, és Ricsi az, akik küzdenek. Ricsi talán segédnek itt volt, de most Miklós és Laci az, akik küzdenek. Hát ötször sikerült a szlovákoknak, a cseheknek négyszer, tehát ennél kell többet teljesíteni a fiúknak. Hát én csak azt kértem tőlük, mint edzői utasítás, de talán nem is kellett volna kérni, mert tudják, hogy ez a hőség, meg ez a légkör, annyit tegyenek csak meg, hogy az első helyet ugye vegyék át. Hát ehhez ötnél többször kell nekik átemelni. Semmi pluszot ne, mert hát a Lackó az sajnos a térdére rá elég komolyan rányomta a golyót. Igen, látjuk is, hogy fájlalta. Itt pedig majd a legszebb pillanatokat láthatjuk, egy kis összefoglaló tulajdonképpen. Tehát túl vagyunk az első fordulón, és a magyarok, ahogy azt említetted, a fiúk teljesítették a kérésedet, hiszen hatszor sikerült nekik átemelni. Egyel többször, mint a szlovákoknak. És érdekes néznek, hogy nagyon sok versenyző ki akarja centízni, annyira spórolni akar az erejével, hogy a gyakorlatot éppen hogy csak be akarja fejezni, és itt ugye, pedig ezek a versenyzők fel tudnak emelni magasabbra is ezt. Nem értem, hogy miért nem teszik, mert nem értem, szóval ugye ebben bent van a hiba, amikor ütközik egy... Igen, mert annyira kiszámítják, hogy éppen ha beleütköznek, akkor az egészet kezdhetik előről, az erejüket ugye fölöslegesen elfecsérelték, és még több energiát kell belefetszeni, és pont erről... Hát már meg kell ismételni, igen, a gyakorlatot. És ebben a melegben pont ezt mondtad, ez mind-mind hatalmas hátrány számukra. És nem beszélve a baleset veszély, mert itt is oda néz. Látod? Igen. Lackónak ugye nagyon pici behődítve a térde, és ugye nem húzta ki a lábát, hanem a golyó visszaütött a térdére. Hát igen, ezek, na ez nagyon jó például ezek a lassítások, hogy itt a nézőknek be tudja mutatni, hogy milyen veszélyek vannak benne, amikor valaki nem tényleg az erejét bemutatva magasabbra, 10-15-tel magasabbra is ott átállíti a versenyzőnek, hát ezek a csapdák bent vannak ezekben a számokban. Hát a jövőre nézve, ugye mindenkinek figyelni kell erre, hogy itt ne sporolgasson, hanem dolgozzon. Így van, közben pedig láthatjuk a kőgólyó emelés után, hogy állunk, kinek hányszor sikerült, és ezzel hány pontot szerzett. A magyaroknak tehát 4 pontjuk van eddig, a szlovákoknak 3, a cseheknek 2, míg a lengyeleknek 1 pontjuk van, és már is megyünk tovább a következő versenyszámmal. Gumikerékforgatás, ezt is már jól ismerjük. Hát igazán beleválasztottatok, Laci, mert 555 kilóról beszélünk. Igen, 555 kiló. Hát meg hangsúlyoztam az elején, és ugye plusz a 34, 35, 36 fog, sőt ebbe a kis megszorult kis terecskén itt a levegő megszorult, a hőség itt szerintem majd itt 40 fok is volt biztos. Lehetett, az biztos. Biztos, hát ez nagyon nehéz. Hát meg maga a súly is örületes nehéz.
És innen érdekes, ám tudod a dolog, mert sokszor én az interneten nézem, nem is inkább én a gyerekeim, a lackóik mondják, hogy hú, ez 600 kilós kereket forgat bele, ez ennyibe, az annyiba. Ugye mennek ezek a hazudozások, tudod, ezek a karalábi szövegek, tudod, amiket egy-két ilyen senkiházi emberke, tudod, irkál, hogy ezt tudom, azt tudom, meg amost, hú, én ezt csinál, azt sem. Aztán, mikor itt meghívjuk véni a versenyzőkre, és versenyzőket, vagy valami, akkor meg csak pilácsoznak, hogy hoppá, miért nem megy, nem is megy. Hát innentől kell elgondolkodni, hogy mi a helyzet? Igen. Volt egy beszélgetésem egyébként itt a verseny előtt a versenyzőkkel, éppen a cseheket látjuk most a képernyőn, akikkel szóba elegyedtem, és azt mondták, hogy ők legyőztek egy bizonyos embert itt Magyarországon, igen, aki állítólagosan nagyon-nagyon erős, és hogy itt biztosan ők majd elsőprő győzelmet fognak aratni, akár a fiait felett is. Hát mondtam nekik, hogy azért ezzel szerintem még várunk egy picit, hiszen a fekete fiúk már nem egyszer bizonyítottak arról, hogy ők a legerősebbek Magyarországon, és hát érdekes dolgokat tapasztaltunk. Hát nagyon érdekes dolgokat tapasztaltunk, ezt most hallom tőled először ezt a beszélgetést, gondolom most nekem is ugye ajándékként tartogatod. Hát még ezt. Szép, hát információ. Hát igen, na igen, hát például vannak ilyen versenyzők, újra hangsúlyozom, akik azt mondják, hogy ők erre meg arra meg amarra képesek, aztán amikor ugye találkoznak egy bizonyos nagy súlya vagy dolgokkal, szinte tehetetlenek, hát igen, most hát most a kettő cseh versenyző közül győzte le azt a magyar igen, embert, aki magáról állította, hogy ő az legelősebb. Így van, ugye hát igen, ez a szóba volt. Tudod, ez olyan, mint a viccben van, mikor a idős bácsik elmegy az orvoshoz, ezt meg ezt mondja, azt mondja az orvosnak, hogy a mit csináljuk doktorról, azt mondja maga is. Szóval hát ez a társadalom erőhíres, hogy mondjuk, legalább nem tudjuk megcsinálni, legalább mondjuk. Hát itt, na, hát most, na, most... Ezen a versenyen mondjuk annyiról szó lehet abszolút, hogy ők ezt mondták a verseny elején, aztán, igen, hogy a végére mi lett majd, és hogyan sikerült nekik a versenyszám, az majd ugye hamarosan kiderült. De azért érdekes, nem? Abszolút mértékben, azért volt számomra is meglepő. Hát akkor milyen paszban lehet az, akit legyőzött? Na igen, most azért érdekes ez a dolog. Mert eddig érdekes. Ott tartunk, hogy cseheknek is egyszer sem, tehát nulla alkalommal sikerült megforgatniuk a kereket. Igen. Egyelőre most itt tartunk, ugye most szlovákok próbálnak. Ezt mondtam, látod, Norbi, mindig a gyermekeimnek, ezt kértem tőlük, és hál' Istennek nagyon, nagyon fogékonyak ők is a becsületre, a tisztaságra. Ezt kértem tőlük, hogy gyerekek, nekünk ne a pofánk legyen, hanem a teljesítményünk legyen. És ha valaki mellett ott a teljesítmény, és ott a tisztaság, a becsület, azt nem lehet megfogni. Az egy értéket képvisel. Hát látunk szerintem még idén majd egy pár érdekességet még. Nagyon bízom benne a többi versenyek is, ahogy jönnek egymás után. De hát ez nagyon, nagyon csodálatos dolog az, hogy a gyerekeim megmutatták azt, hogy igenis az országba. Az tény, hogy ők. Rólad sem mondtad el abszolút, voltak nyilvánvalóan az elmúlt időszakban olyanok, akik próbáltak mondjuk kikezdeni, vagy mindig éppen beszólogatni neked. De ti nem vagytok arról híresek, hogy ti szóban veszitek föl ezeket a dolgokat, hanem ti általában tettekben mutatjátok meg, és bátran várjátok azokat, akik esetlegesen, akár mondjuk a cseheket, ha nézzük, ugye, persze, hogy mondjuk ők azt mondják, az nem baj, ha valaki mondjuk magabiztos, hogy úgy állod az egy versenyre, verseny előtt, hogy magabiztos. Csak azért túlzásokban nem kell esni. Hát itt majd ugye az eredmények azért magukért beszélnek. Tudod, érdekes dolog az, hogy én pedig beállítottam egy pár rekordot, meg megcsináltam egy-két dolgot. Ezek a nagy hangadó emberek, akik itt az országban is vannak, meg külhomban, meg külföldön is, de érdekes, még nem jöttek oda bebizonyítani, hogy ők mit tudnak. Mert az én munkásságom ott van a videón. Hát őt azt még meg se közelítik. Tessék, például itt van a lackói film. Az első eredmény már meg is van, hiszen már ezzel az egy fordítással. Itt a Miki például. Most mit? Hát itt ők nem mondják magukról, meg nem kérkednek, meg nem. Ők alázatosan nekiállnak és dolgoznak. Így van. Keményen még hozzá. Itt a Miki nagyon elkapkodta egy kicsit, mert majd a visszajátszásokban azért elemezzük a dolgokat, persze, hiszen minden versenyzőnél de és nem minden érdekes, csapatnál. Nem baj az, nem baj az, nem baj az, megcsinálja ő, mert nincs ő vele gond, mert azért ennél jóval többet tud, de én nem voltam abszolút idegen semmi, mert tudtam, hogy ő,
is megcsinálja, meg a Laci is, csak hát nekinek mindig egy kicsit úgy le kell nyugodni, le kell higgadni, ugye a kezdeti... Ez az első verseny azért az évadban. Tehát az éve, igen, az éve első versenye. Szögezzük le, az éve első versenye. Láttunk már azért olyanokat, ahol kellett azért a srácoknak egy kis idő. Meg ők is bizonyítani akarnak, mert ők is tudják, hogy ugye van itt ez a csá versenyző, aki ezt a nagyszájú emberkét ugye legyőzte. Biztos, hogy benne egyébként, hát hogy ők is láttam, hogy beszélgettek ezt velük, úgyhogy biztosan elemezgették a dolgokat. Na hát a srácoknak négyszer sikerült egyébként. Nem nehéz kiszámolni, hogy ők voltak így a legeredményesebbek itt a gumiforgatás terén. Most pedig látjuk majd azért a visszajátszásokból, hogy hát, hogyan és miként próbálják a versenyzők megoldani a feladatot. Na most ugye fogás nincs rajta, hát kapaszkodó nincs rajta. Hát ez, amit én mindig mondom, hogy ide kell az erő. Ide kell az erő. Hát itt teljesen mindegy, hogy alá kuszik valaki, vagy fölé kuszik, vagy valami, ha nincs ereje ahhoz, hogy megcsinálja, akkor tehetetlen. Hát nem, erre más nem lehet mondani. Tehetetlen. Vele a tárgyal szemben. Hát ez erről szól. Ez azért a mi versenyünknek, a versenysorozatunknak a címe is, ugye, hogy világ legerősebb emberei, mert ugye ebben van egy-két olyan versenyző, nyilván a többieket is az egy dicséret illeti, de vannak egy-két olyan versenyzők, akik méltán mondhatják magukra azt, hogy a világ legerősebb emberei. Én már egyszer letisztáztam az embereknek a szemébe, ezt nem még egyszer elmondom. Ugye az én szememben a világ legerősebb embere csak az lehet, aki tiszta és becsületes. Én ez túl van magyar, ezt nem is akarom tovább ragozni. Az, hogy valaki gyógyszertárat kiürít, és úgy versenyez meg valami, az ne játsza, az nem ő, az nem egy em, az egy... Na mindegy, hát én nem akarok belemerülni. Igen. Nézd meg, itt van a két fiam, jelen esetben a Laci és a Miki, hát a Laci még kilódik a térde. Azért azt a ne felejtsük el, így van, akartam mondani a kedves nézőknek, hogy azért egy 160 kilós golyó van. Igen, hát amit akartam mondani, hogy itt van a Laci és a Miki, ők alázattal dolgoznak, alázattal csinálják a dolgukat. Nézd meg, ők nem kilódnak, ők nem, ott az erő. Erő velük van. Az erő velük van, ez látszik is a pontokon, hiszen ugye négyszer sikerült nekik megforgatni a kereket, és 4 pontot kaptak, a többiek pedig egyszer sem, de a két pont jár mindenkinek, és már is láthatjuk majd, hogy összesítésben hogy állnak a csapatok. Igen, itt úgy van ám kiszámolva, hogy a nem teljesítések esetén a verseny helyezési pontok össze vannak adva és osztva a csapatok létszámában. Ja, értelek. Így adódik ki a pont. És láthattuk, hogy a magyarok vezetnek egyelőre magabiztosan, de már is következik ugye a koffer cipelés. Így van. Kétszer 130 kilós koffereket cipelnek a srácok majd. Hát igen, ez is egy őrületes erőigénylő szám, mert ezeket 25 méterre kell, most nem tudom, 25 vagy 30 méterre vittük ezeket. Én 25 méterről tudok. 25 méterre, igen, kétszer. Vagyis 25 méterre kell vinni, ez egy kétszer 130 kiló, és visszafele a kétszer 150. Így van, ahogy mondod, pontosan. Ez már a kétszer 150, ezt már a képernyőn is láthatjuk. Tehát először a kétszer 130-as, majd végül a kétszer 150 kilós kofferokat viszik. Ugye itt van lehetőség szintén cserére, hogyha igen, úgy adódik. Igen. Leválthatják egymást itt is a versenyzők, a csapattársak segíthetnek egymásnak. De azért, aki itt is megáll, leteszi és újra elindul, azért az nagy hátrányba kerül, nem, Laci? Hát egyértelmű idő hátrányban, mert az idő megy. Igen. Azt nem állítja meg senki. Meg hát nem beszél valahol, megint egy plusz energiát kell kiadni neki egy újra emelésre, vagy esetleg a váltásnál, ha beváltanak, ott megint csak az idő megy, úgyhogy
próbálják a versenyzők mindig elosztani egymás között, hogy ki képes egyhúzásra megcsinálni a feladatot. Hát nyilván azok a csapatok vannak idő előnyben, vagyis jobb idő előnyben, akik egyhúzásra végig tudják a saját feladatukat csinálni. Hát most itt például a cseh versenyző már másodszor ugye rakja le a 150 kilósat. Ez sok. Hát harmadszor ugye itt az idő. Sok időbe telik, és sok idő megy el ezzel, igen, a súlyos másodpercek mennek, és hát itt az nyer, aki egyébként vagy a leggyorsabban, vagy a legmesszebbre viszi a koffereket. A leggyorsabban teljesíti a távot. Azért ne felejtjük el, hogy a lengyelek kezdtek, ők 58 másodperc alatt teljesítették, egy percen belül voltak, az már azért egy nagyon szép eredmény. Az szép, igen. Mert hát azért tegyük hozzá, hogy itt 300 kilóval, na most itt az úr 300 kilóval, nem számoltam most pontosan, 4 vagy 5-ször tette le, hát 4-5-ször eleve felállni vele, és akkor menni vele. Hát őrületes energia, ami kiég az emberből. Itt az előbb, amiről beszéltem, hogy az a jó, mikor valaki egy húzásra, például itt a Kassab Péter, ugye Szlovákia 9-szeres bajnoka, a 2x130-at elejétől a végig elvitte. Igen, itt pedig sajnos a társa egy rossz kezdéssel kezd, hiszen talán két lépést tett meg, és már is leteszi a koffereket, és valamiért kiment hátra. Lehet, hogy igen, szerintem magnézium, igen, vagy valami ilyesmiért. Hát de ez is igen, magnéziumért, de hát ez is egy sportolói szemszögből egy elemi hiba, hogy ugye nincs oda készítve, akár a fordulópontoknál, vagy akár a másik versenyző nem viszi magával, hogy ilyen esetben pillanatok alatt oda tudja nyújtani. Hát itt a Milánt láttuk, aki a Natur Erős Emberek versenyében világbajnoki bronzérmet már szerzett, úgyhogy itt egy világbajnoki bronzérmes versenyzőnk is van a személyében. Lehet, hát hogy náluk is meglátszik azért az évad kezdet, maradjunk annyiban. Persze. Nekik aztán végül nem sikerült teljesíteniük a távot. És akkor lássuk a fiúkat. A magyar fiúkat, Laci kezd a 2x130-as kofferekkel. Megiramódik rendesen. Igen. Ő is egyben vitte végig, és akkor Mikit nézzük a 2x150-essel. Azért te ott vagy velük, próbálod őket segíteni mentálisan. Ugye sokszor ez óriási segítséget jelenthet, hogyha a fiúknak ez összejön, most itt valami kis hát itt kérte a Lacit esetleg, hogy segítsen be neki, vigye be neki, de hát a Laci még a térd, ott még a térd. Igen, és még sérülés azért hatása alatt van. Számok. Hát itt a Miki kénytelen most majd egyedül megoldani. Csak itt sajnos nagyon sok másodpercet vesztettek igen, el a srácok. Igen. 58 volt a lengyeleknek, 1:04 a cseheknek, ennél kellene jobb időt elérni. De így sajnos úgy, hogy ráadásul a végén kiesett Miki kezéből, és még mindig pereg az óra, így kevés az esély arra, hogy jobbak legyenek. Igen. Hát most itt egy kicsit hibáztak a srácok. Igen. De mondjuk azt, hogy sajnos ez benne van a pakliban bármikor, főleg ha ekkora súlyokról beszélünk. Tehát... Hát a pillanatnyi napi forma, a hőség, hadd nem mondjam, meg azért nagy súly, így ahogy mondod, azért ez már nagy súlyok ám azért, úgyhogy... És a Laci edett le a kalappal abból a szempontból mindenképpen, hogy ő becsülettel végvitte a 130-at egy húzásra. Gondolom voltak fájdalmai, volt elég fájdalma, és aztán utána már nem nagyon tudott segíteni Mikinek. Hiszen azért ne feledjük el, hogy még majdnem, hogy csak a felénél tartunk a versenynek. Igen, csak az az érdekes, tudod, hogy én tudom a fiúknak a munkáját, úgyhogy a Miki is simán ezt a kétszer 150-et 30 méterre is, ha kell, elviszi. Egy húzásra a Laci is ugyanúgy képes. Hát ez a mai nap ez. Hát azért tegyük hozzá, nézd meg ott az emberek, a nézőknek az ömmel fák alá húzódtak, úgyhogy igen. Ez egy örületes. Közben itt azért láthatjuk, hogy végezetül 72 másodpercet vett igénybe a srácoknak, ugye összességében 50 métert, és így a lengyelek voltak a leggyorsabbak, azt már az elején mondtuk, hogy egy percen belül sikerült teljesíteniük, ez meg is látszódott. Igen. Láthatjuk az összesített pontállást, a magyarok még mindig magabiztosan vezetnek, úgyhogy 10 ponttal vannak az élen, a lengyelek és a cseheknek van még 7 pontjuk, úgyhogy 3 pont még mindig van.
Na és akkor a gulacipelés. Ezzel folytatjuk. Szlovák csapat kezdi. 180 kiló. A táv ugyanakkora. Igen, én most azért hallgattam egy kicsit el, mert azért vagyok egy kicsit csöndben, mert ez a súly nem 180, ez 200 kiló. Igen, elnézést kérek, én mondtam rosszul, ez 200 kiló. Ez a gula 200 kiló, mert én ismerem ugye ezeket a tárgyakat, és én ez 200 kilós ezek a tárgyak, és 2x25 métert kellett menni, azaz 50 métert kellett menni a csapatoknak, nyilván így, ahogy önök is látják, hogy itt bármikor cserélhetnek, váltatnak egymással. És hát természetesen itt is az idő számít, aki a leggyorsabb, az nyeri ezt a versenyszámot. És most már ugye mindenki törekedett arra, hogy jó helyezéseket érjen el az utolsó két versenyszámban, mert olyan szoros volt a pontállás, hogy itt bárki lehetett második, lehetett harmadik, mert egy szerencsés keresztbeverésnél olyan őrületesen jó tudott volna fordulni a helyezések, hogy bármelyik csapatnak kedvező lenne, és ezért láttuk is, hogy... Hát a csehek most például nagyon gyorsak voltak. Nagyon gyorsan, igen. 31, alig több mint 31 másodperc így alatt van, sikerült, és most nézzük akkor a magyarokat, akik Miki kezdte meg a 200 kilós gula cipelését. Hát igen, a csehék is az első két versenyszámnak a idézőjelbe elvesztése, őnekik nagyon érzékenyen érinti ezt azt az összesítésbe. És ugye itt Lackót látjuk, aki elvitte is, próbálja is visszafele hozni egyedül, megoldani, megsegíteni a Mikinek. Az időeredmény tehát nagyon fontos lesz. A csehek most nagyon oda tették magukat, 31 másodperc volt. Így van. A fiúk valamivel több mint 40 másodperc alatt vitték így végig. Van, így van. És hát azért ez a Lackóiknak is ugye egy gyors kötelező feladat volt, azért hát mondjuk elő, hogy azért ők többszörös világbajnokok, mind a ketten a Natur erős ember társadalomba, úgyhogy nekik azért ez idézőjelben kötelező ezek a teljesítmények. De hát a lengyelek is, oda nézz. Lengyelek most nagyon szépen, megíramodtak. Szépen apró léptekkel, gyors apró léptekkel viszik. Nagy a tét, hopp, megvan, nagy a tét. Hát nem sokkal, egészen pontosan alig egy másodperccel voltak, csak lassabbak, mint a magyarok. Így ebben a versenyszámban a csehek voltak a leggyorsabbak. Majd aztán jöttek a magyar fiúk, végezetül pedig a lengyelek, majd a szlovákok. Hát itt láthatjuk. Hát itt láthatjuk, itt lelassítva, és nagyon jók a képek, és nagyon jó, hogy le van lassítva így versenyszámok után maga a versenyszámok gyakorlatai, mert lehet elemezgetni. Itt lehet látni ebben a lassításban is, főleg most az előbb a Miki, ahogy vitte, hogy őrületes igénybevétel a deréknak, a lábizmoknak, a gerincnek, a csípőcsontnak, ahogy szétnyitja a lábat is közte, a 200 kiló súly, és ezzel idézőjelben futni, majdnem csak futni, hát majdnem, hogy futnak, vagy igen. Nagyon gyorsan menni, hát az ízületek, ezek őrületes igénybe vannak véve, úgyhogy ez le a kalappal a fiúk előtt, de minden versenyző előtt, azt hiszem, hogy igen. Itt abszolút nemzettől függetlenül dicséretet érdemel mindegyik. Szoros és kemény küzdelmek voltak tehát. A cseheknek 31 másodperccel sikerült ebben a versenyszámban győzedelmeskedniük, és már is nézzük az összesített pont táblázatot, ahol azért, ha jól számolok, még mindig a magyarok vezetnek, így van 13 ponttal. A csehek szorosan a nyomukban 11 ponttal, a lengyelek 9, míg a szlovákok 7 ponttal rendelkeznek, és még nincs vége, megyünk tovább. Hát igen, ez a mindent eldöntő. Ez az én kedvencem. Már pedig azért, mert itt ugye a szoros pontoknál örületes meglepetések tudnak születni, ebben lépcsőcipelés, súlyok a lépcsőcipelés a versenyszámban.
240 és 280 kiló, csak gyorsan itt a súlyokról is, hogy beszéljünk. Ezeket kell felrakni a és lépcsőre. 40 centi magas lépcsőfokokra, két lépcsőfokra. Hát így ezen a versenyen azt hiszem, hogy ilyen időjárás alatt azt hiszem, hogy ez dicséret érdemli a fiúkat. Ezeknek a súlyoknak a mozgatásával megérdemlik azt, hogy méltán rájuk lehessen mondani, hogy erős emberek, vagy legerősebb emberek. Az biztos. Hát évad kezdetnek nagyon keményen beleúztak a srácok, mert igen, nagyon komoly küzdelmeket láthattunk, és még mondom, nincs vége. Hát ez a bemelegítés. Ez a bemelegítés. Ha ez így sikerült, akkor már csak egy nagyon jó és kemény idényük lesz. Igen. Itt a nézőknek azt már csak mondhatjuk és felvázolhatjuk előre. Hát majd a többi versenyt is ugye látni fogják a kedves nézők a kommentálásunkkal, úgyhogy szerintem most felcsigáztuk a nézőket, mert én azt bátran kijelenthetjük, hogy lesz még érdekesebb és hát nagyobb teljesítményű verseny is ebben az évben, úgyhogy érdemes lesz majd velünk maradni, de hát lássuk a lengyel, most a lengyel versenyek vannak. Így van, ők jönnek. Igen. Hát a 240 megvan. Általában ezekkel a súlyokkal azért nincs is probléma. A 280 azért az már egy komoly igen, kihívás, az 40 ami, centis lépcsőre. Az, ami úgy sok versenyző úgy nem igényli. És azért pontokban nem mindegy, hiszen már aki egyet fölemel ebből, az komoly előnyre tehet szert. Hogyne? Ugye, Laci? Tehát egy pár gondolatot a pontszámításokról itt azért. Hát a pontszámítás. Ugye mi másféle pontozással pontozunk a natúr erős emberrei versenyen. Ott igazándiból a teljesítményre megyünk rá, és azok a versenyzők vannak díjazva azzal a pontozással, amit mi kitaláltunk, ami őrületes fair, akit mindenki elismeri, hogy nagyon fair az a pontozás, az tényleg a teljesítmény mellett szól. Ez egy más irányú pontozású verseny. Itt én mindig bántott az, hogy itt miért kap csak egy ponttal többet az, aki esetleg nem, csak odaáll és nem tud megcsinálni. De a versenyzők kérték, hogy ez a régi, hagyományos, számomra szerintem nem jó pontozási rendszerrel legyen ez a verseny lepontozva. Hát akkor mondtuk, hát akkor legyen így, ha így kérték. Közben a csehek itt belehúztak. Az ő kérésüket csehek bele, így van. De hát ez várható volt, mert azért meg kellett, hogy mutassák ők is, hogy azért képesek sok mindenre. Úgyhogy most ezzel a pontozási rendszerrel ment, hogy aki gyorsabban minden egyel kap esetleg többet, mint a másik versenyen. Hát nyilván így is érdekel másiknak hajtani, de ez másabb jellegű dolog. Na most a Laci itt hagyta Mikinek a 280-at. Nincs túl jó, Laci, úgy látszik. Nem, a térde szerint, a térde ő neki itt a végére megint kijött. De hát mindegy, ez most belefért, ez most itt jó volt, ezzel nincs semmi probléma, sőt, ott álltam én is, és mondtam a Lacinak, hogy ne erőltesse, mert nincs értelme, hogy még hát megfeljelje a sérülést, vagy rosszabb legyen, hisz rá nem sokára ugye mentünk a másik versenyre. Ezt mondtam, hogy ezt most hagyja, megpróbálja Miki, ha menni fog, ha nem. Miki is nagyon erős különben, és hetességet. Ezt szépen láthatjuk is. Hát ezért világbajnokok ők, csapat világbajnokok. Testvérek kisegítették egymást. Nem is egyszeresek. Hát igen. Közben láthatjuk majd a lassítást. Már az elején azért, ugye az, ha itt összegezzük a dolgokat, el kell mondani. Már mindjárt kitaláltam egy közmondást, itt elnézést szabadvág, hogy segíts magadon, ha testvéred is segít, nem? Tökéletes. És ha olyan testvéred valaki bármikor ki tud segíteni, ilyen 280 kilós súlynál. Ezért nagyon jó, hogy egymást kiegészítik, és hát, amit az előbb is mondtam, ezért méltán világbajnokok, a natúr erős emberek műfajában. Csehek, tehát itt is egy picit gyorsabbak voltak, mint a srácok, és azt akartam elmondani az imént, hogy azért itt már az elején egy komoly sérülést ifja Fekete László összegyűjtött, és ezzel együtt kellett megküzdeni a mai nappal.
Hát itt a küzdeni tudásról is jeleskedtek, mert kértem mind azt is tőlük, hogyha menet közben, vagy a verseny elején valami trauma, sérülés, vagy valami éri őket, tessék tovább hajtani, menni, mert soha nem tudni, hogy az ellenfél is mikor téveszt, vagy mikor lehet elé kerekedni. És látszik is. Szófogadó fiúk, az biztos. Láthatjuk a pontokat, tehát a csehek voltak a leggyorsabbak, ők így 4 pontot kaptak, a magyarok pedig a másodikok lettek, ők 3 ponttal lettek gazdagabbak, és így nagyon szorosan, de a magyar fiúk győzedelmeskedtek 16 ponttal a cseheknek, 15 a lengyeleknek, 11 pontjuk volt. Közben pedig és már... hát a megérdemelt helyezések. Így van. A alpolgármester úr. A díjakat kapják a versenyzők. Megérdemelt díjakat. Remélem, jól mondom, hogy alpolgármester úr, remélem. Én is úgy tudom. Közben pedig majd láthatjuk a versenyzőket, mi pedig elköszönünk, te még értékelsz itt a verseny végén majd egyet. Igen. És jövünk majd a hamarosan hát az új versenyen. Hát én azt hiszem, hogy nagyon jó versenyt láttak. Üdvözlök mindenkit, esetleg ha elfelejtettem mondani a film elején. Hát nagyon örülök, hogy elkezdődik a 2015-ös évünk, a Natur Erős Emberek 2015-ös éve. Igyekszem minél több versenyt rendezni, hogy a sportágat szerető és a tiszta sportágat szerető nézők igényei ki legyenek elégítve. Hát íme mindjárt az első verseny, amin túl is vagyunk. Ez Dorog városában történt, mégpedig a Visegrádi négyek verseny jegyében. És hát úgy szólva egy szomorú dolog miatt is az én búcsú jelenlétem igazándiból ebben a térségben, mert én úgy érzem és úgy gondolom, hogy igazándiból én már nem nagyon fogok belemélyedni ebbe a nagy fizikális erőlétekbe és a versenyekbe. Magyarul ebben az évben abba fogom hagyni a sportot, és majd valamit kitalálok, amivel magamat le tudom foglalni. Már ugye nyilván megvan a célom. Vártam ezt a versenyt, nagyon vártam, mivel a gyermekeim elmondása szerint itt a cseh csapatban lesznek olyan versenyzők, akik legyőzték állítólagosan a magukról legerősebb vagy nagyon erős embernek titulált magyar versenyzőket, akik nem a Natur társadalomhoz tartoznak. Vártam, hogy ezek az emberek mit tudnak csinálni a gyermekeim ellen, és hát maga a tárgyakkal, amikkel készültünk, amiket meg kell emelni, ugye maga a kellékekkel. Nagyon nagy súlyok lettek ide rakva, hát nyilván azért ezt még egy kicsit lehetne fokozni, de inkább azt mondom, hogy nagyon nagy súlyok, mivel a tavalyi évben tettem egy fogadalmat, hogy én ilyen karalábé kupákat igazándiból nem akarok rendezni, hanem tényleg, hogyha erős emberről van szó, akkor legyen az erőnek mi voltja jelen, és ezért ugye, ahol tudunk, minél nagyobb, minél nehezebb súlyokat próbálunk betenni, és ezzel foglalkoztatni a versenyzőket, hogy egyértelműen a közönség rá tudja mondani, hogy ez igen, hogy itt tényleg a világ legerősebb emberei versenyeznek. Vártam, mivel hát én úgy gondoltam magamban, hogyha ezek az emberek megjelennek, itt vannak, akkor ők már csak valamit tudnak, csak valamit elérnek, és hát ugye van egy színvonal. Kicsit féltettem a gyerekeket, mert ezen csatározásban ők nem szívesen vesznek részt, hogy nem nagyon van meg az esélyegyenlőség, de mondtam nekik, hogy gyerekek, ezt meg kell próbálni, meg kell mutatni, ti mit tudtok. Ha vesztetek, akkor ugye megvan a cél, a szemetek előtt lebegje, hogy mit kell elérni, ha megnyertek, akkor meg azt mondja a dolog, hogy nagyon jó, úton jártok is, és mellettetek van a tisztaság, a becsület és a teljesítmény. Mert hát én mindig szajkózom nekik, hogy az az ember, akinek nem a pofája van, csak nem mondja,
meg nem hazudozik bele az éterbe, hanem be is tudja bizonyítani, hogy milyen erős, az előnyben van, az mindig is előnyben lesz, mert ez hiteles személy marad. De azért is vártam ezt a versenyt, ezt a megmérettetést, ami megtörtént. Nekem egy kicsit, hát sok egy közhely, hogy sírtam is, meg nevetett a szemem is, hogy hát nevetett azért, mert nagyon jó vége lett, sírtam azt, hogy én mást többet vártam. Nekem valahol egy kicsit a külföldiek szempontjából, egy-két külföldi csapat szempontjából olyan csalódott vagyok a teljesítményileg, de hát én azt hiszem, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy jelen pillanatban a személyem vagy a gyermekeim azok, akik elmondhatják magukról, hogy Magyarország legerősebb emberei, netán még azt is, hogy a világ legerősebb emberei, és a jövőre nézve a jövő versenyeket is ezzel a szemlélettel csináljuk, megpróbálunk minél színesebb, minél több versenyt rendezni az önök szórakoztatására. Kérem, maradjanak velünk idén is, a jövőben is, meg fogja érni. Köszönöm a viszontlátásra! Műsorunkat támogatta a műanyag és alumínium nyílászárókat gyártó Fenstern Kft. A versenyzők a Toldi Liget lovaspanzióban pihenik ki fáradalmaikat.